Sziasztok! Most egy olyan videóval jelentkeznénk, ami kicsit kilóg a sorból, nem is volt annyira tervezve. Az alkalom szülte a helyzetet, még ez az alkalom az volt, hogy a Vezes.hu szerkesztőségénél járt egy Mercedes autó, itt van egy C220-as dízel van itt pont mellettünk, és ennek kapcsán megmutatnánk egy-két dolgot, meg elmondanánk egy-két dolgot, főleg a dízelekről, mert ha jól emlékszem, még nem volt szó arról, hogy mi is a probléma a dízelekkel, főleg károsanyag kibocsátási szempontokból, mert ugye egyik oldalon nagyon szeretjük a dízelt, mert keveset fogyaszt, kicsi a szén, ebből főleg együtt kicsi a széndioxid kibocsátása, nagy a nyomatéka, jól húz, tehát ilyen szempontból szerethető, viszont ugye tudjuk a dízel botrányból kifolyólag is, hogy a káros anyag kibocsátásával azért vannak zűrök. Az egyik első olyan motor volt, amelyik ezen fölül tudott emelkedni, az pont ez a Mercedes motor, ami 2016-ban mutatkozott be. Így néz ki szépen beborítva, majd mindjárt szétszedjük, legalábbis ezt a hővédő és egyben zajtompító burkolatot mindjárt leveszünk, nagyon könnyű, akkor jobban látszanak a motor belső részei. Annyit mondani kell erről a motorról, hogy én meg is tanultam a jelét, igaz nem volt túl könnyű, bár igaz túl nehéz sem. OM, ez a jele, hogy OM 654-es motor. Ezt azért érdekes megjegyezni egy kicsit, mert a Mercedes ugye nagyon régóta azt a hagyományt követi, hogy a benzinmotorjait M-mel jelzi, a dízelmotorjait pedig nem D-vel, vagy mondjuk DM-mel, mint ami régen a német márkának volt a jele, hanem OM-mel, ami az öl motor, távirati stílusban írva OL motornak a rövidítése. Tehát ez egy OM 654-es dízelmotor, 3 éve jelent meg, 4 hengeres, 2 literes, technikailag is érdekes különben ez a motor, mert ez a Mercedesnek az első teljesen alumínium dízelmotorja, bár ez sem teljesen igaz, mert igaz, hogy a motorblokk, a hengerfej és minden így kívül alumíniumból van, viszont a dugattyúk azok acélból vannak benne, ami azért érdekes, mert kb. 100 éve volt az, amikor azt mondták, hogy az acél dugattyú egy marhaság, mert nagyon nehéz, és áttértünk az alumínium dugattyúra, de mostanában egyszerűen akkora erők vannak a motorokban, hogy az acél dugattyú könnyebb tud lenni, jobb tud lenni, mint az alumínium dugattyú. Tehát nagyon furcsa, hogy ebbe az alumínium motorban acél dugattyú van. De egyébként az is érdekes, hogy az alumínium blokkra belülről, például a henger hüvelyekbe úgy viszik föl az acél, egy ilyen acél... az acél, hogy is mondjam, egy acél szórás van rajta, tehát acélt szórnak, olvasztott acélt szórnak belül a hengerre, és ezen fut a vasdugattyú, ezen belül. De nem igazán erről szeretünk volna beszélni, hanem tényleg a dízelmotornak a károsanyag kibocsátási problémáiról. Ugye a széndioxid kibocsátása kicsi, azt már említettem, és ugye a fogyasztásából kifolyólag. Érdekes, hogy egyébként 1 liter gázolaj elégetésével több széndioxid keletkezik, mintha 1 liter benzint égetünk el. Viszont ez ugye azért van, mert a gázolajban több a szén, nagyobb a széntartalma, de mivel a dízelmotorok általában kevesebbet fogyasztanak, mint az azonos teljesítményű benzinmotorok, ezért az összeszén-dioxid kibocsátás mégis kevesebb, ugye ezért szerették nagyon, ezért mentek rá nagyon például a németek erre, mert ezzel ugye a szén-dioxid kibocsátás, az összeszén-dioxid kibocsátás nagyon szépen lehetett lefaragni, ami náluk ugye azért is fontos volt, mert nagyon sok Németországban szénerőmű, ami viszont ugye ontja a szén-dioxidot. Na most leveszem a burkolatot, ez így jön le, most így látszanak a motor részei valamilyen szinten. Ugye itt van maga a motor, ez alatt található, ugye itt kell az olajat betölteni, és itt látszanak a kiegészítő berendezések, ugye itt a turbó, ugye ez a turbina rész, tehát itt a kipufogógáz hajtotta turbina, a turbina pedig hajtja a vele egy tengelyen lévő kompresszort, ami pedig ugye fújja be egy radiál kompresszor van benne, tehát a lapátozás ebben ugye sugárirányba áll, ezért hívják radiál lapátozású kompresszornak, az fújja bele a hengerfejbe a levegőt. A dízel motoroknak ez tulajdonképpen a probléma tárgya, hogy magából a működés módjából adódik. Ugye a dízel motor úgy működik szemben a benzinmotorral, hogy a dugattyú összesűríti a levegőt a hengerben, méghozzá olyan mértékben, hogy a levegő annyira fölmelegszik, hogy az akkor beporlasztott, ugye a felső holdpont közelében, még egy kicsivel a felső holdpont előtt beporlasztott gázolaj abba a forró levegőbe meggyullad és elég.
ugye ekkor megemelkedik a nyomás, a hőmérséklet is, ez a nagy nyomás lenyomja a dugattyút, tulajdonképpen így megy a motor körbe-körbe, hogy ugye a szív összesűrít, levegő fölforrósodik, gázolaj befecsgen, nagy a nyomás megemelkedik. Na most a problémák pont itt vannak, tehát az egyik gond az, hogy ugye forró levegőbe porlasztjuk bele a gázolajat, ami ott abban a pillanatban gyakorlatilag meggyullad. Tehát nincs ideje elkeveredni a kis gázolaj cseppecskéknek a levegővel, mint a benzinmotorban, és ezért az égés nem lesz tökéletes. Ugye a benzinmotorban az történik, még a közvetlen becsveskendezéseknek üzemének is egy elég nagy részében az történik, hogy van ideje elkeveredni a benzinnek a levegővel, mert a közvetlen befecskendezések is az üzemük egy jelentős részében akkor történik a befecskendezés, amikor a szívóütem zajlik, vagy a sűrítőütem elején, ahol ugye még rengeteg idő van arra, hogy a benzin ott úgy párologjon, keveredjen a levegővel, majd a szikra begyújtja. Ugye a dízelmotorban nem ez történik, a forró levegőbe megy be a gázolaj, egyből elkezdenek ezek a cseppecskék égni, de ugye nagyon kevés az erre rendelkezésre álló idő, mert ugye ha úgy számolunk, hogy egy dízelmotor forog mondjuk a maximális fordulatszáma környékén 4000-et, akkor ebből kijön, ugye mondjuk csak 2000-szer történik egy-egy hengerbe percenként ugye gyújtás, de hát azért ebből is látszik, hogy nagyon kevés idő jut arra, hogy az égés végbe menjen. És pontosan ez történik, hogy vannak ezek a kis cseppecskék, a külső részük, a héjuk tulajdonképpen az tud keveredni a levegővel, és elég jól elég, de a belsején nem, és akkor keletkezik az a korom részecske, amivel valamit kezdenünk kell utána. A másik probléma pedig a nagy nyomás és a nagy hőmérséklet, ami miatt a levegőnek a nitrogénje, tudjuk, hogy a környező levegőnek, illetve a motor által beszívott, vagy a turbo által benyomott levegőnek a 78% az nitrogén, az sajnos egyesülni kezd a levegő oxigénjével, a fölöslegben ott levő oxigénnel, és ebből nitrogénoxidok keletkeznek, amiket meg azért utálunk, vagy azért nem szoktuk szeretni, mert ezek a felelősek a savas esőért, ha belélegezzük, akkor a tüdőnkben az ott levő vízzel egyesülve szintén savakat alkot, meg amúgy is mérgező, tehát egy elég gonosz jószág. A korom részecskével pedig az a baj, hogy nem kis részben rákkeltő, ugye ezt azóta tudjuk, én úgy tudom, hogy ott figyeltek fel először a rákra a kéményseprőknél, hogy ahol nem tudták magukat jól megmosni, és a korom le tudott rakódni, ott alakult ki rákos daganat, és innen jöttek rá arra, hogy bizony a korom és a rák között összefüggés van, ezért ugye a kormot sem szeretjük annyira. Mit lehet tenni a korommal, meg a nitrogénoxid kibocsátással? Két megoldás van. Az egyik az lenne, és az lenne a legjobb, ha ezt még magában a motorban az égés során tudnánk csökkenteni. Erre ugye az kéne, hogy vagy időt adni a gázolajnak, hogy elkeveredjen a levegővel, a levegő oxigénjével, hogy egy hosszabb, nyugodtabb égés, egy tökéletesebb égés tudjon végbe menni. Ezt próbálták is, a Mazda egyébként a Skyactiv D motorjával nagyon erre felé próbált elmenni. Amúgy korábban erre voltak kísérletek, tehát volt például egy motorfejlesztő cég, aki kizárólag ilyen tudományos fejlesztésekkel foglalkozott, illetve most is van, úgy hívják, hogy Ricardo, ők annak ilyen égéstereket is fejlesztettek ki, és ők mondták, hogy gyerekek, azt kéne csinálni, hogy egy kicsit elnyújtani az égést, elkerülni a nagy nyomáscsúcsot is, így egyszerre két legyet csaphatnánk le, mert a hosszabb égés miatt, a jobb elkeveredés miatt nem alakulnának ki részecskék, ha pedig elkerüljük a nyomáscsúcsot, akkor pedig nitrogénoxid sem keletkezik a motorban. Hát igen, nem csak ezt ugye nagyon nehéz megoldani a dízelmotorban, mert ha korábban mondjuk befecskendezünk gázolajat, akkor a sűrítés során az már begyulladhat, ahogy eléri azt a hőmérsékletet, az összesűrített levegő, vagy a levegő hőmérséklete, hogy ez a gyulladás beinduljon, akkor korai gyújtás lesz, ilyen kopogásos égés, ezt pedig nem szeretjük. Hát ezzel együtt van egy ilyen törekvés, a Skyactiv D motorral valamennyire a Mazda meg tudta ezt közelíteni, de nem tökéletesen azt az jelzi, hogy egyrészt Amerikában nem tudták bevezetni ezt a motort, pedig szerették volna, még amikor bemutatták, mert ők ugye azt mondták, hogy ez lényegében utókezelés nélkül is hozza a szükséges normákat, de végül kiderült, hogy nem tudja, sőt most ugye mióta a 6D temp norma van, azóta a Skyactiv D motorokat föl kellett szerelni AdBlue rendszerrel, illetve SCR katalizátorral, ami a nitrogénoxidokat közömbösíti. Tehát
ugye oda jutottunk, hogy a motoron belül nem nagyon tudjuk ezt a problémát megoldani, csak mérsékelni, tehát valamennyire lehet a részecske képződést mérsékelni, és a nitrogénoxid képződést, de nem tudjuk tökéletesen megoldani, tehát nincs más hátra, mint valahol a motor után az abból kijövő részecskéket és nitrogénoxidokat közömbösíteni. És erre vannak különböző rendszerek, ugye korábban már volt szó egy korábbi videóban a részecskeszűrőről, ugye ez az egyik szerkezet, a másik pedig ez ugye a részecskéket közömbösíti, a másik pedig az SCR katalizátor. És ne felejtsük el, hogy azért a dízelmotorokban is van katalizátor is, sima katalizátor is, ami a szénhidrogéneket közömbösíti, például a tovább égeti széndioksziddá és vízé, illetve a szénmonoxidot is, ha valamennyi keletkezik, azt tovább tudja alakítani széndioksziddá. Ez a három rendszer általában így láncban egymást követi, az első a katalizátor, utána jön általában a részecskeszűrő, és a legvége a rendszernek ez a bizonyos SCR katalizátor, ami itt a motoron is látható, tehát ugye a kipufogógáz belejön a turbóba, a turbóból megy tovább a katalizátorba, illetve a részecskeszűrőbe, ugye itt van egy lambda szonda rajta ez, nagyon szépen látszik, egy bemeneti lambda szonda, és utána ebből megy tovább az SCR katalizátorba úgy, hogy ugye az SCR katalizátor előtt és a részecske szűrő után történik meg az AdBlue adalék befecskendezése. Ugye arról azt kell tudni, az SCR katalizátor egy régi találmány, különben azt hiszem 60 éves, hőerőműveken kezdték alkalmazni, hogy ott is a nitrogénoxid kibocsátást csökkentsék. Onnan jött át a technológia az autóba, nem mindenhova máshova, ahol erre szükség van. Az a lényege, hogy ez az AdBlue, ez a karbamid oldat tulajdonképpen, ez azt tudja, hogy amikor befecskendezik a forró kipufogó gázokba, ammónia keletkezik, és az ammónia együtt a kipufogó gázban lévő nitrogénoxidokkal, ugye az ammónia is nitrogén és hidrogénnek a vegyülete, a nitrogénoxid az meg ugye nitrogéné és oxigéné, ez belemegy ebbe a katalizátorba, ahol, ha jól tudom, platina a katalizátor anyag, tehát ebbe is rendes ilyen katalitikus anyag van. A kettőből nitrogént és vízpárát állít elő, tehát az ammóniának szétválik a nitrogénje és a hidrogénje, a nitrogénoxidnak is szétválik a nitrogénje és az oxigénje, a nitrogének összeállnak nitrogén molekulává, ami a levegőben van, mint tudjuk, 78%-ban, a hidrogén, az ammónia hidrogénje, meg a nitrogénoxid oxigénje pedig vízpárává egyesül, tehát ezzel már is közömbösítettük a nitrogénoxidokat. A részecske szűrő pedig ugye tudjuk, hogy egy szabályos szűrő, amiben fönnakadnak, egy ilyen csatorna rendszer van, fönnakad benne a részecske, a kis koromrészecskék, és ezt időnként ugye elégetik, plusz gázolajadagolással, a rendszer hőmérsékletének a megemelésével ezt elégetik. Na a probléma pontosan itt van, miért nem tudták korábban ezt megcsinálni, ha úgy tetszik, jól? Tehát ugye kiderült a dízel botrány kapcsán, hogy nagyon sok autóban mondjuk 15 fokig egyáltalán nem működtek ezek a rendszerek. Miért nem működtek, mi volt a probléma, vagy ha működtek is, tökéletlenül működtek. A problémát az jelentette, hogy azok az autók igazából nem voltak fölkészítve arra, hogy ezeket a rendszereket magukba fogadják, ezért például az autó hasára, hasa alá szerelték be a részecskeszűrőt, vagy akár az SCR katalizátort is, holott mind a kettőnek a működéséhez melegre van szükség. Itt is látszik, hogy be vannak csomagolva, ott látszik, hogy egy ilyen hőpajzs van mindegyiken, akkor sőt, még itt ugye fölöttük is van, látszik, hogy ugye a hőtől védik ezt a hangtompító műanyagot is, sőt, még a motorház tetőn is van még egy ilyen hővisszaverő rész, és ott is van zajcsillapítás, azért mégiscsak egy Mercedesről van szó, úgyhogy mindenhova tettek zajcsillapítást, hát ezzel együtt hallani benne azt, hogy ez egy dízelmotor. És egész egyszerűen ott például, ha egy hosszú lejtőn ereszkedett le az autó, szépen visszahűltek a rendszerek, és megint csak hatástalanná váltak. Tehát az áttörést akkor érték el, és a Merci ebbe volt az egyik úttörő, ha így tetszik, 3 évvel ezelőtt, tehát nem is olyan nagyon régen, hogy az egészet behozta ide a motorházba. Ma már minden olyan autóban, ami ezt a 6D tempet tudja, ezek a berendezések itt vannak bent a gépházban, valahol egész közel a motorhoz, van, ahol például a Peugeot-nál el tudom mondani, hogy ott az egész egy darab hengerben van beszerelve, katalizátor, részecskeszűrő, alatta SCR katalizátor, mondjuk ott keresztben áll ugye a motor, itt van benne egyből, ahogy a turbóból kijömlik a,
a kipufogógáz megy bele ebbe a rendszerbe, és közömbösítik, finom melegen van, meg lehet őrizni, hú, mennyi, tényleg mennyi hőpajzs van itt, oldalt is védenek mindent a melegtől, tehát próbálják, a motoron is van, látszik, hogy tehát teljesen körbe van burkolva, hogy ott jó, finom, melegen legyen, és tehát minél hamarabb el tudja látni a feladatát, és minél tökéletesebben tudja ellátni a feladatát. Tehát ez a motor azért nagyon érdekes, tehát az egyik ugye az, hogy ugye alumínium motor vasdugattyúval, de ami viszont károsanyag kibocsátásilag érdekes, hogy az egyik első volt, amelyik ugye nagyon keveset, gyakorlatilag a benzinesek szintjére levitte a nitrogénoxid kibocsátást, a részecske kibocsátást, és mindent, és ezzel tulajdonképpen azt kell mondani, hogy teljesen megfelel a mai normáknak, egyáltalán nem szennyezi a környezetet, senkit nem akar, hogy mondjam, meggyilkolni, vagy csak kicsit lehet, hogy erősen fogalmaztam. Tehát egy abszolút szobatiszta, rendes szerkezet, hogy ugye a többi gyár már jött utána, tehát azóta a Volkswagennek is, a Peugeotnak is, mint emlegettem, ugye a Mazda is felszerelte már, AdBlue rendszerrel. Tehát ma már sorra jönnek ki azok a dízelmotorok, amelyek teljesen tiszták, tehát tudják a normát, és nem csak, nagyon fontos, nem csak a laboratóriumban, ugye a VLTP rendszer alatt, hanem ugye van az, most már ez az RDE mérés, ahol egy hordozható, tehát az autóra felszerelhető kipufogógáz elemző készüléket szerelnek az autóra, és menet közben, tehát egy valódi úton mennek, és közben nézik azt, hogy mennyi káros anyagot bocsát ki az autó, és ugye ennek is meg kell ma már felelni. Például nekem az a feltevésem, nem biztos, hogy igazam van, hogy a Merci azért ért át a V6-os dízelekről a sor-6-os dízelekre, mert például pontosan jobban tudja elhelyezni mellettük, könnyebb elhelyezni egy soros motornál így szépen egy oldalon ezeket a tisztogató berendezéseket. Szemben mondjuk egy V-motorral, ugye, ha kívülre teszem a kipufogást, akkor ugye kettő kellene mindenből, vagy megint az történik, hogy levezetem alulra, vagy le kéne vezetni alulra, megint az autó hasa alatt lennének, hűtött helyre kerülnének a rendszerek, amit, mint szó volt róla, nem annyira kedvező. Még szerintem ezt lényegében azt nem tudom, hogy mit felejtettem elmondani, de még egy érdekeset elmondanék erről a motorról. Ez eredetileg 2 literesként jelent meg, visszatérve megint a motor érdekességet, csak az, hogy most jutott eszembe, hogy ez 2 literesként jelent meg, ez is 2 literes, de készítettek belőle azóta már, tavaly mutatkozott be az 1.6-os verzió, tehát az ugyanúgy OM654-es névre hallgat, de csak 1,6 literes. És hogy az autóipar hogyan adja elő magát, időnként a Merci is, legalábbis én megdöbbentem, amikor ezt megtudtam, hogy van a C200-as változata ennek az autónak, ez ugye egy C220-as, ez a C220-as egyébként 194 lóerős, 400 Nm a nyomatéka, de ez a motor egyébként tud a legnagyobb változatban, azt hiszem, az a 300D névre hallgat, persze ugye 4 hengeres, 2 literes továbbra is, az 245 lóerős, 500 Nm a nyomatéka, tehát elképzelhető, hogy mekkora égési csúcsnyomás van, meg mekkora nyomás van a hengerben, hogy ekkora nyomatékot tud egy 2 literes motor kipréselni magából, de visszatérve, bocsánat, az 1,6 literesre, meg a C200-asra, a C200-asban, ha az kéziváltóval rendeli meg valaki, akkor egy 1.6-os verzióban kapja meg ezt a motort, ha valaki automata váltóval rendeli meg ugyanazt a C200-as Mercit, akkor a 2 literes motor lesz benne. És ami még izgalmas, hogy még nagyobb legyen a keveredés, ki mit gondol, hogy melyik a nagyobb teljesítményű? Hát igen, azok tippelnek jól, akik azt mondják, hogy itt valami, biztos valami turpisság van. Bizony, a vicc az, hogy az 1.6-os motor az a kéziváltóval társítva 160 lóerős, a 2 literes motor automata váltóval az csak 150 lóerős, tehát az a gyengébb. Hát így illesztették az automata váltóhoz. Ugye ez megint az, hogy hogyan illesztik, hogyan foglalják rendszerbe a motort a sebességváltóval és a hajtáslánccal. De ami nagyon fontos ezeknél a motoroknál, mindegyiknél, tehát ennél az OM654-esnél, a 656-osnál és a hasonló megoldású motoroknál, hogy ezek már valóban tudják az összes környezetvédelmi szabványt. Tényleg gyakorlatilag tisztábban képesek működni, mint akár a benzinmotorok is, bár ugye most már a benzinmotorokra is kell a direkt befecskendezésesekre. Jaj, hoppá, mindjárt lesem itt a jégen. Mint tehát azokra is kell részecskeszűrő, hogy elég
tiszta, de csak a direkt befecskendezésesekre, igen, azt itt akadtam el. És hát egyetlen egy van ezekkel a motorokkal, amit én ugye magam részéről megemlítenék, hogy azért látszik, hogy mennyi minden van bennük. Ugye nagy nyomású kipufogó gáz visszavezetés, kis nyomású kipufogó gáz visszavezetés, részecskeszűrő, katalizátor, SCR katalizátor. Ugye az SCR katalizátorhoz kell egy AdBlue tartály hátul, nem is kicsi, mert körülbelül 1 liter, fél liter, de inkább 1 liter AdBlue kell 1000 kilométerenként, tehát ha azt akarom, hogy 20 000-es szerviz ciklust kitöltsön az autó egy feltöltés, akkor 20 liter AdBlue-t kell valahol az autóban elhelyezni, a csomagtartó, az üzemanyagtartály, vagy valaminek a kárára. Szóval, de amit igazából mondani akartam, hogy ugye rengeteg minden van, ezt nyilván ti is gondoljátok, hogyha ez az autóban már lesz 250-300 000 kilométer, ugye ennek milyen javítási költségei lesznek, az egy érdekes kérdés, de tény és való, hogy újonnan nagyon jól működnek, ugye erősek, nyomatékosak, és ami nagyon fontos ma már, a károsanyag kibocsátásuk is nagyon alacsony.